Csapó. Jó. Kezdjük egy bemutatkozással, és hogy hogyan lettél színész? Mármirosz Ágnes vagyok. Sepsiszentgyörgyön, nem Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában születtem, de Sepsiszentgyörgyön nevelkedtem. És hogy hogyan lettem színész? Hát nem is tudom, hogy meddig kell ezzel visszamenni, de lehet, hogy a gyerekkorig talán. Mert hogy az, hogy édesanyám ugye nekem nagyon sok verset olvasott, gyerekkoromban inkább az volt többségben, hogy mind verseket hallgattunk, verseket mondott, olvasott, és ez adott egyfajta olyan szeretetet a versek iránt, amit ki is használtam aztán később, ugye, mert hogy az agyamban ott éltek ezek a versek, könnyebben meg tudtam tanulni, és akkor mentem szavaló versenyekre. És akkor ez úgy hozta magával, hogy hát mit csináljál 12. után. Habár volt olyan időszak, hogy tanítónéni szerettem volna lenni, de amikor meghallottam, hogy 13 évet járnak ők iskolába, akkor azt mondtam, hogy inkább 12-ben befejezem ezt a sok tanulást, az elég lesz nekem, és akkor elmentem szerencsét próbálni Sepsiszentgyörgyről Felvásárhelyre. Sikerült. És akkor 4 év elvégzése után kerültem ide a Csíki Játékszínhez. Immár 19 éve. Azt hiszem, hogy ha lehetne ilyet mondani, akkor én már őskövület vagyok itt ennél a színháznál. Ennyi a kezdetekről, gondolom. Nem tudom, hogy mit tudnék még mondani erről, az elejéről. És milyen volt Csíkszeredában a kezdetek? Mert ugye akkor alakult a színház. Nagyon jó. Én úgy emlékszem vissza, mint egy nagy kalandra. Tehát úgy kezdődött az egész. Ugye idejöttünk, ráadásul én és Nagy Dorottya voltunk azok, akik a leges-legelső előadásban, a Dosztojevszki részegek című stúdió előadásban szerepeltünk, ez volt az első előadása a Csíki Játékszínnek, és akkor még nem volt színészlakás, és kint laktunk szép vízen, a bezárt panzióban csak mi voltunk, autóval kellett közlekedni, ha volt autó, akkor be tudtunk jönni próbára. Nyilván, hogy a rendező meg egyes kollégáknak volt autója, és így nem közlekedtünk. Tehát most el tudod képzelni, hogy egyetemről kikerülsz. Nem a városban laksz, hanem egy panzióba a várostól 15-20 kilométerre. Egy nagyon izgalmasnak tűnt nekem az egész is. És akkor azt éreztem, hogy nagyon jól fogadnak Csíkszeredában minket. Úgy az emberek azok, akik ugye a buli közegekben, mindenki úgy nagyon hamar, hogy gyertek, gyertek ide, bandázzunk együtt, és akkor kialakult nagyon hamar egy kör, ahol első pillanattól fogva jól éreztük magunkat. Tehát nem emlékszem én arra, hogy valaha is azt éreztem volna, hogy hú, egy kicsit is kidobna ez a város magából minket. És persze akkor már a következő produkcióval jöttek a többiek, akkor lett színészlakás, na most az is emlékszem, hogy megkaptuk ott fenn a temetővel szembe a munkásszálló 4. emeletét, és Dorottyával ketten voltunk az elsők, akik választhattunk szobát. És néztük, az egyik fele a temetőre nézett, a másik a szemetes kukára. És így Dorottyával néztünk, hogy a jövőnkre tekintsen az ablakunk, vagy a jelenünkre. És úgy döntöttünk, hogy a jövőnkre, és akkor a temető felé néző szobát választottuk. Mi voltunk az elsők, a legjobbakat kiválasztottuk. És elkezdődött a kaland. És akkor ugye ez fejlődött el odáig, hogy még a gyermekem is oda született az első. Aztán már benne a városban többi. Igen, milyen anyaként színésznek lenni, színházat csinálni? Hát van ennek pozitív oldala is, és van negatív oldala is. Teljesen másként állok hozzá most a dolgokhoz, ami a szerepeket jelenti, ami a megformálást jelenti. Másként gondolok bele, úgy érzem, hogy sokkal jobban megemésztem a dolgokat, mint azelőtt ugye ide nekem bármit, mindent megcsinálok, mindent meg tudok csinálni. Most nem pont így van, és ami a legrosszabb számomra az, hogy soha nem volt problémám szövegtanulással. Tehát ameddig nem voltak gyerekeim, nagyon hamar megtanultam, volt időm a szövegekkel foglalkozni.
Most, mire oda jutok, hogy szöveget tudnék tanulni, arra már úgy el vagyok este fáradva, hogy két sort nem tudok elolvasni rendesen belőle, és nem tudom olyan ütembe tanulni a szöveget, és ez például a felkészülésben engem nagyon zavar. Tehát én nagyon szeretek úgy menni próbára, hogy tudom a szöveget. És amikor oda jutsz, hogy az öltözőben tanulod gyorsan próba előtt, akkor ez zavaró. Azt hiszem, hogy ez az egyedüli negatív hozadéka ennek, hogy nem tudom otthon tanulni olyan ütembe, ahogy én szeretném a szöveget. Talán. Vagy most nem eszembe más. És akkor ezt hogyan tudod összeegyeztetni úgy a mindennapjaidat, mert délelőtt próba, délután próba, vagy előadás? Hát igen, ehhez minden esetre, nem minden esetre, ehhez mindenképpen kellett egy olyan ember, aki ezt elfogadta, a társam, a férjem, hogy amikor én nem tudok otthon lenni, mert délelőtt is próba, délután is próba, akkor valahogy meg kell oldani, vagy a gyerekek kivételét, ugye most már mindenik dolgozni jár, iskola meg óvoda, és emellett meg egy néni, aki segít nekem abban, hogy hogyha nincs itthon a férjem, mert ugye ő is szintén zenész, ugyanebben a szakmában dolgozik, majdnem. Emiatt sokat vagyunk távol otthonról, és akkor valahogy meg kell oldani. Hol édesanyám? Tehát logisztika. Én azt mondtam, hogy ha valaha színészként befejezem, akkor logisztikai céget fogok nyitani, mert olyan jól tudom egyeztetni másoknak is a programját lassan, nem csak a sajátomat. Néni, édesanyám, férjem, na, de egy csomó fejtörés, tehát hogy a napom reggel azzal telik el, amikor ugye van egy kicsi időm, hogy egyedül vagyok, még nem keltek fel a gyerekek, készítem a reggelit, készítem a kávét, és akkor összegzem, hogy na akkor ma kit, hova, merről, meddig, ki tud utána menni, ki jön érte, hogy veszem el, és akkor ezt egyszer így kitalálom, és akkor úgy kezdődik a napom. Hogyan szoktál megközelíteni egy szerepet? Hát úgy, nem tudom, úgy, nem tudom, más színész így van-e, de amikor úgy kikerül a szereposztás a falra, akkor nem mindig van az, amit te elképzeltél, mikor hallottad, hogy na, ezt az előadást fogjuk próbálni, és akkor hirtelen, én ezt a szerepet kaptam, pedig én nem erre vágytam, és akkor van bennem, mit tudom én, van olyan, hogy miért ezt játszom én, és nem szeretem, és nem szeretném, és... De végül mindig eljutok arra a szintre, hogy nem érdekel ez a része, hanem meg akarom oldani. Úgy gondolom, hogy minden szerepben, amit kaptam idáig, és kapok a színháztól, mindig magamat tudom újra felfedezni. Magamban olyan dolgokat, ami szerintem eddig nem gondoltam, hogy bennem lenne, mert ugye mit gondolok én, hogy rendezik a csipikét, akkor én a csipikébe biztos én leszek a kukucsin. És kiírnak a madárra, és akkor a madarat én hol kapom meg magamban. És mindig eljutok arra a pontra, hogy megkapom. Nem tudom, hogy a megformálásban ez hol van, vagy... De mindig keresem magamban azt az illetőt, aki lehetnék, hogyha az lennék. Egy kicsit így tudnám megfogalmazni, de azt hiszem nem gondolkodtam ezen, az az igazság. Tehát nem szoktam én ezen gondolkodni, hogy formálom meg, vagy nincsenek bennem ilyen gondolatok, hogy én akkor most ezt kell megcsináljam, mert kaptam egy ilyen szerepet. Hanem kialakul a munka folyamata közben. Hol szerencsésebb, hol kevésbé. Tehát szerintem ez nagyon függ a csapattól, mármint a rendezőtől, meg a társaimtól a színpadon, hogy merre fele tud elindulni ez az egész szerep megformálás. Ha ezt a kifejezést használjuk, igen. Szoktál konfrontálódni kollégákkal, rendezőkkel? Vannak rendezők, akikkel mindig kötekedek, de csak azért, mert azt szeretném, hogy jó legyen. És hogyha nem értek valamit, akkor nekem úgy meg kell győzni engem. De én nem hiszem, hogy ez konfrontáció lenne, hanem inkább csak keresem az igazát annak a dolognak, amit tőlem kérnek.
kollégákkal, hát nem emlékszem, hogy lett volna különösebben nagyobb konfliktusom valaha is, hogy én még csak nem is verekedtem a színpadon, úgyhogy... De ki tudja, mit hoz a sors még ezek után. Mi az, amit nem szeretsz emberként, vagy a színházban, vagy... Hát azt hiszem, engem az zavar a legjobban, amikor a partnereim részéről azt tapasztalom, hogy ők nem úgy állnak hozzá a dologhoz esetleg, ahogy én. Tehát olyan rossz olyankor, olyan hangulatban próbálni, amikor azt látom, hogy esetleg félvárról vennék. Tudod, tehát, hogy amikor benne vagy, te dolgozol azon, hogy megcsináld azt, amit abban a pillanatban úgy gondolsz, hogy nagyon nehéz neked. Tehát fontos lenne számodra, hogy mindennel ugyanaz az energia jöjjön. Mert ez nem mindig ugyanaz. Tehát, hogyha kevesebb szereplő van egy előadásban, akkor nagyon tud ösztönözni arra, hogy mindenki egyformán, mert ugye ez olyan ragadós, egy hullámhosszon kezdesz mozogni velük. Amikor többen vagyunk, és ezt tapasztalom, akkor olyan rossz. Én nem mondom azt, hogy a kollégáim, akik esetleg ugyanilyen helyzetben, velem kapcsolatban, ugyanezt is érezhették akár. De igyekszem mindig azt, hogy tisztelettel és ha lehet ilyet mondani, odaadással végezzem a munkámat. Ezt azt hiszem, hogy igen. Nem tudom. De ezt a kollégáim tudnák elmondani rólam, hogy én így végzem-e. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy jó hangulat legyen egy próbán. És ez nagyon sok mindentől függ. Úgy a kollégáktól, mint a rendezőtől, mint egyszerűen attól a hangulattól, ami ott van benn éppen akkor a színpadon. És magánemberként? Magánemberként? Nem tudom. Nem tudom, erre nem tudok. De lehet, hogy nem értem a kérdést. Hogy magánemberként, hogy... Mi az, amit nem szeretsz? Mi az, ami zavar, vagy amit nem tudsz elviselni például? Tudod mit? Előbb-utóbb mindent elviselsz. Tehát, hogy vannak momentumok, vagy helyzetek, amikor azt mondod, hogy fene egye meg, vagy nem mondom úgy, ahogy én szoktam. Csúnyán, hogy feldühödsz adott helyzeten, de hogy én azt tapasztalom, hogy mindig úgy hozzáalkalmazkodunk a helyzetekhez, és ezért, hogyha vissza kell gondoljak, akkor nincsenek ilyen helyzetek, ami zavarna engem. Megoldod, mert úgyis ki kell hoznod mindenből azt, hogy jó legyen, hogy meg kell oldani, nem? Tehát az attól zsummogok, nem fog megoldódni. Amennyire jól tudom, elég nagy részt vesz ki az életből a néptánc, a népzene. Ez hogy alakult, honnan jött? Hát ez olyasmi, hogy én nekem ugyanolyan fontos, azt hiszem, a népzene, a néptánc, tehát egyáltalán ennek a szeretete, mint a színház szeretete. Tehát számomra egy szinten van a kettő. Nagyon-nagyon fiatalon jutottam el az első táncházban, Sepsiszentgyörgyön, ami akkor volt az utolsó táncház, mert utána betiltották ugye a másik rendszerbe. És soha nem felejtem el, hogy mostanában, amikor hallok ilyen fiatalokat, hogy mondják, hogy jaj, én nem járok többet táncházba, mert nem kér fel senki, mert nem tudom megtanulni. Már mindjárt 2 hónapja járok, és mindig csak ülök, és így eszembe jut, hogy a forradalom után, amikor újraindult a táncház, én 2,5 évig csak úgy jártam táncházba, hogy a tanításon részt vettem, a népdaloktatáson részt vettem, és utána ültem, ameddig véget ért. Mert hogy ugye el kellett jussak addig, hogy megtanuljam, egyáltalán megkülönböztetni, hogy milyen vidéknek a tánca, hogy most miről beszélünk, milyen zene szól, tehát én erre fel tudok-e állni, táncolni, vagy nem. Nyilván az éneket hamarabb megtanultam,
ezzel is volt szerencsém, mert akkor elkezdtem buliarc lenni, hogy énekeltem sokat. És akkor ez nekem 2,5 év után jutottam el odáig, hogy fel tudtam állni táncolni egy táncházban, amit felkértek, tudtam, hogy mi az a tánc, amire felkértek, és tudtam rá táncolni. És utána sima volt az út. Egyre többet, több vidéknek a táncát tanultam meg, és ez nagyon-nagyon erős volt. Emlékszem főiskolán, amikor nagyon nehéz volt elszakadni Szentgyörgyről. Ugye kisváros, felmentem, soha nem felejtem el, felmentem Vásárhelyre, vasárnap felkészítő, és olyan sok ember járt az úton. Kérdeztem Kosztándi Zsoltékot, hogy most mi van, sztrájkolnak Vásárhelyen, vagy mi van? Tehát nagyon sok ember volt, és nekem ez abból a kicsi közegből, ahonnan én jöttem, nekem nagyon nagynak tűnt, és ön idegennek minden. Egyedüli mencsváram az a táncház volt. Hétfőnként jártam táncházba, ezt tudta rólam az egész főiskola, lógtam óráról, Lohinszky mester órájáról is képes voltam ellógni, azért, hogy én eljussak a heti egy misémre a táncházba. Mert hogy az segített nekem úgymond ebben a nagy világban egy kicsit túlélést adni, ha lehet így fogalmazni. És ezt mai napig ugyanígy próbálom űzni, amennyire lehet itt a színházban. Mert persze most nem tudok ellógni egy előadásról. Ráadásul pont 13-án kellene menjek Vásárhelyre táncház találkozóra, és nem tudok elmenni, mert Csiki Zsolt előadásában játszom. Úgyhogy innen már nem tudok meglógni. Amikor csak tehetem, akkor igen. És úgy gondolom, hogy a kettő össze is egyeztethető lenne, hogyha lennének olyan rendezők, akik erre hajlanának, hogy a népzenét és a néptáncot úgy vigyék bele az előadásba, hogy az adott helyzetnek megfelelő lenne, vagy a darabnak megfelelő lenne. Tehát szerintem sokra lehetne még használni ezt így. Volt is csíkban próbálkozásra. Igen, volt, de nem pont arra gondolok. Jó. Ki az, aki vagy volt-e, vagy van-e, aki nagy hatással volt rád szakmailag, vagy magánemberként ugyanúgy? Hát azt hiszem, hogy minden esetre mindenképpen őket kell megemlítsem legelőször, a tanáraimat. Olyan szerencsém volt nekem, hogy olyan emberek tanítottak, mint Dohinszky Loránd, ő volt az osztályvezető tanárom, Széles Ferenc, Hunyadi László, Nagy István. Ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon dobott nekem az induláson. Nagyon sokat tanultunk tőlük, mint mesterség. Akkor kikerültem, és ugye amikor indult a Csíki Játékszín, akkor elég sokat dolgoztunk a Szatmári Színházzal együtt. Tehát ott is voltak olyan mesterek, akikre úgy fel tudtál nézni, és azt mondtad, hogy na, innen lehet lopni, volt honnan tanulni. Nem tudom, hogy úgy még ki tudnék megemlíteni, de mindig úgy gondolom, hogyha valakitől kapok úgy lelkileg, mint szakmailag valami kicsi pluszt, az engem segíteni tud az én munkámon belül. Nincsenek ilyen idealizált emberek az életemben, hogy én most azt követem, vagy aszerint szeretnék én dolgozni, vagy hogy na ő volt egy olyan példa, hogy én azt, annak az útját szeretném járni. Úgy gondolom, hogy befogadnom kell minden kicsi dolgot, ami jó jön, és akkor én abból tudok gazdálkodni. És nyitottnak kell lenni nyilván, hogy be tudjam fogadni ezeket a dolgokat. Jó, köszönöm szépen. Én is.